Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Ámen. Az a szent ige, ami alapján előttetek szólni kívánok, írva található a Zsoltárok könyve 122. fejezetében, az első versben eképpen. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, nemrégen láttam egy fametszetet Habdanktól, aminek az a címe Taposrómalom. A metszeten egy malomkövet lehet látni, amelyen egy meggörnyedt hátú ember lépked, és a kerék a megállás nélkül forog alatta. Ez a taposó kerék talán a gyerekek számára készített mókuskerékre emlékeztethet bennünket. Hogyha valaki rálép, akkor utána nem nézelődhet, nem álmodozhat, hanem újra lépnie kell, mert különben leesik róla. Úgy gondolom, mindannyian megtapasztaltuk már ezt az érzést. Nincsen megállás, nincsen pihenés, nem lehet álmodozni, nézelődni. Szakadatlanul végezni kell a feladatainkat, egyiket a másik után szünet nélkül. Vagy ott vannak a nehézségek, a gondok, a bajok, a különféle betegségek a családban, a rokonságban, amelyek talán elkeserítenek, amelyek rányomják az életünkre a bélyeget, és nem tudunk elmenekülni előlük, nem tudjuk elkergetni őket. Ezek ellenére mégis tovább kell lépnünk, folytatnunk kell az utunkat. De hogyan szabadulhatunk ki az életnek ebből a taposó malmából, az állandó hajtásból? Mit teszünk annak érdekében, hogy időről időre felüdüljünk, megerősödjünk és erőt gyűjtsünk a tovább lépésre? Erre a kérdésre különféle válaszokat kaphatunk, attól függően, hogy kitől kérdezzük. Van, aki egy munkával, gonddalteli hét után elmegy szórakozni színházba, moziba vagy diszkóba. Van, aki az idegei megnyugtatására elszív egy cigarettát, vagy megiszik egy-két pohárral. Van, aki kimegy a természetbe, az erdőbe, hegyet mászik, fürdik a tóban, vagy éppen sportol. Mások viszont visszavonulnak, bezárják maguk mögött az ajtót, és szeretnének egyedül lenni. Egy csendes szobában, vagy pedig kiülnek egy árnyékot adó fa alá, és olvasnak. Megint mások zenehallgatással próbálnak lazítani. Ezek a válaszok is arra utalnak, hogy az embernek szüksége van a pihenésre, a nyugalomra. Nem véletlenül mondja Isten a negyedik parancsolatban, megemlékezzél a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon. Így van megteremtve az ember, hogy hat napi munka után kívánja a hetedik napnak a nyugalmát. Hogyha ez a nyugalom nap elmarad, az újabb hetet fáradtan kezdjük, és csak kínnel, keservel tudjuk elvégezni a munkánkat, a feladatainkat. Ha az ember 6+1-es ritmusa felborul, kimerül idegileg, tönkre megy az egészsége. Az ember számára tehát létfontosságú a nyugalom nap, hogy rendszeresen nyugalomhoz jusson. És ahogy Isten Izrael számára adta a szombatot, ugyanúgy adja nekünk keresztényeknek a vasárnapot, a hetenkénti húsvét ünnepét. Egyik hittankönyvben olvastam, a vasárnapok életünknek a heted részét adják ki. Aki 70 évet megért, az 10 évre tekintett vissza, amely csupa vasárnapokból állt. Már a 7 éves gyermeknek is egy egész évet kitevő vasárnap van a háta mögött. Mit csináltál a vasárnapjaiddal? Mit csinálunk mi a vasárnapjainkkal? Csak nagyon kevesen mondhatják el, hogy a vasárnapot megszentelik. Hálát adnak, megpihennek, testi-lelki erőt gyűjtenek. Ehhez ad jó lehetőséget a vasárnapi istentisztelet, mert itt maga Isten szolgál nekünk. Mikor Jézus elfáradt, mikor szükségét érezte annak, hogy egyedül legyen az atyával,
külön vonult. Többször olvassuk róla az evangéliumokban, hogy felment a hegyre imádkozni, vagy hogy félrehúzódott egy lakatlan helyre. És ugyanakkor szombatról szombatra eljárt a zsinagógákba, a gyülekezeti istentiszteletre, felolvasott a tekercsből, és együtt volt a többiekkel. És ezt tették a tanítványok, az apostolok is. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben azt olvassuk, hogy a tanítványok rendszeresen felmentek a templomba, hogy ott a gyülekezettel együtt imádkozzanak, és együtt dicsőítsék Istent. Miért van erre szükség? Azért, hogy kikerüljünk a hétköznapoknak a taposó malmából. Azért, mert mikor leülünk és elcsendesedünk Isten előtt, megpihenünk és új erőt kapunk. Ilyenkor magunk mögött hagyjuk egy időre mindazt, ami terhel, ami nyomaszt. Útmutatást kapunk Isten igéjéből, mit és hogyan tegyünk, hogy méltóak legyünk hozzá. Bátorítást nyerünk, hogy tudjunk szembenézni mindazzal, ami bánt, ami bosszant, ami elveszi a kedvünket, és így megerősítve tudjuk vállalni a további kihívásokat. Ezért írja a 122. Zsoltár írója: örülök, ha ezt mondják, az Úr házába megyünk. Vajon minket is ilyen örömmel tölte el, ha a templomba jövünk, hogyha mások megkérdezik, hogy készülünk-e az istentiszteletre? Nem inkább sokszor azt hallani: minek menjek a templomba, hiszen itthon is tudok imádkozni, Bibliát olvasni, itthon is el tudok csendesedni. És ez valóban lehetséges, sőt, gyakorolni is kell napról napra, de ez még nem helyettesíti a templomi istentiszteletet. Otthoni magányunkban nem tudjuk gyakorolni a gyülekezet tagjaival való közösséget. És az, aki így érvel, az többnyire otthon sem szakít időt magának az imádkozásra. Vagy azt is sokan hangoztatják: ha nem is járok gyakran templomba, azért még hihetek Istenben. Igen, azt is mondhatnánk: miért szaladozunk állandóan a benzinkúthoz? Azért még lehet autónk. Csak éppen üzemanyag nélkül nem megy. Akkor pedig minek? Mások azt mondják, ahogy elnézem azokat, akik ott ülnek a templomban, azok sem jobbak azoknál, akik nem járnak Isten tiszteletre. És olyan mellé üljek le, mint X vagy Y. Igen, lehet, hogy X és Y is bűnös, mint ahogyan mindannyian azok vagyunk. De Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a bűnösöket, az elveszettet. És hol lenne erre alkalmasabb hely, ahol az ő hívását meghalljuk, mint itt a templomi istentisztelet. Ilyen és hasonló kifogásokat gyakran lehet hallgatni. A zsoltáros nem keres kifogásokat, amikor azt mondják neki: a templomba megyünk, hanem örül. Pedig akkor felmenni Jeruzsálembe, a templomba nem volt egyszerű dolog. Sziklás, köves, hegyi út vezetett el oda. És már megborzatta az zarándok, amikor meglátta az előtte levő útszakaszt. S ráadásul az ország távolabbi részein laktak, akkor sokszor hosszú utat kellett megtenniük Jeruzsálemig. Akár több napig is eltarthatott az út. Igaz, hogy nem mentek fel minden héten, csak évente egyszer-kétszer, de akkor aztán mindent ott kellett hagyni, és vállalni kellett az útnak a nehézségeit. Mégis örömmel indultak. És amikor megérkezték, mindennél nagyobb volt az örömük. Nincsen annál nagyobb öröm, mint egy fárasztó út után célhoz érni, megállni a küszöbnél és kérni a bebocsátatást. Az év más hetein pedig, mikor nem zarándokoltak el Jeruzsálembe, a templomba, akkor szigorúan megtartották a szombatot. Ez volt az, ami megkülönböztette őket más népektől és vallásoktól. Már pénteken elkezdtek rá készülni, mindent megfőztek, kitakarítottak, és a nyugalom napja szinte mindenkinek szent volt. Nem is olyan régen, 60-70 évvel ezelőtt talán még ez nálunk is így volt. Idősebbek mesélik, hogy annak idején vasárnap szinte senki nem dolgozott. A háziasszonyok már előző nap elkészítettek mindent. Vasárnap csak meg kellett melegíteni az ételt. Elmentek a templomba,
részt vettek az Isten tiszteleten. Aztán sétáltak, fényképeket nézegettek, beszélgettek. És jó időben kiültek a kapu elé a kispadra, és ott vitatták meg az életnek a dolgait. Akkor még jobban benne élt az emberekben az Isten iránti tisztelet és hálaadás. Szépen ír erről Baja Mihály az egyik versében. Szól a harang a toronyba, gyerünk fiam a templomba. Munkálkodtunk egész héten, az Istennek hála légyen. 6 napot át mindenkinek, jó szerencsét kinek-kinek. A 7. megáldja, gyermekeit hazavárja. Hazavárja, hazahívja, jobb sorsukat egyre vívja. Háza kapuját kinyitja, háza népét ott tanítja. Ott tanítja bölcsességre, tisztességre, kedvességre, égi-földi minden jóra, imádságos hálaszóra. Hogyha szíve bútor reszket, mint viselje a keresztet? Hogyha könpatakja árad, mi az, amitől felszárad? Ha betegség kerülgeti, gyógyulását hogy lelheti? És hogyha jön a végső óra, hogy jut el az örök jóra? Teste lelke megpihenve, szállhat újabb küzdelemre. Aki bízik, jobban bírja, égi kéz ezt mind felírja. Szól a harang, egyre többen, mind ott mennek ünneplőben. Kisfiával édesapja, vasárnap az Isten napja. Miért mentek örömmel a templomba az Ószövetség idején, és még 70 évvel ezelőtt nálunk is? Miért jövünk mi is vasárnapról vasárnapra örömmel a templomba? Mert megtapasztaltuk ennek az áldását, s jövünk, hogy hálát adjunk, hogy testünk, lelkünk megpihenjen, hogy találkozzunk Istennel, s tőle kérjünk erőt, hogy találkozzunk egymással, hogy egymás hite által épüljünk. Fontos, hogy lássuk, nem csak mi vagyunk keresztjének, nem csak mi vagyunk azok, akik keresik az Istent, hanem rajtunk kívül mások is vannak, akik hasonló gondokkal küzdenek, mint mi, és Istentől erőt kaptak, megoldást találtak. Fontos, hogy látva és tapasztalva mások hitét, épüljön és erősödjön a mi hitünk is, hogy egymás hite által épüljünk. Egy fiatal édesanya, egy orvosnő 3 éves kislányával sétált egy nagyvárosban. Útjuk egy templom előtt vezetett el. A kislány felmutatott a templomra és megkérdezte. Édesanya, itt lakik a Jóisten. Mire az édesanya azt válaszolta, nem kislányom, ő itt rendel. Ő, aki mindenütt jelen van, aki ott van a csendes imádságainknál, az otthoni bibliaolvasásunknál és minden munkálkodásunknál, itt rendel a templomban. Itt találkozhatunk vele, töltődhetünk fel új erővel, vele és az egymással való közösségben. Ezt az élményt nem pótolja az, hogy a családból eljön valaki, még hogyha el is mondja otthon, hogy miről is volt szó az Isten tiszteleten. Nem mondhatja senki sem azt, menj el helyettem is a templomba, és menj és imádkozzál értem is. Egy történet szól arról, hogy egy ember vasárnap délelőttönként mindig így szólt a feleségéhez, menj el a templomba, és imádkozz helyettem is. Barátainak meg azt mondta, nincs szükség arra, hogy elmenjek a templomba, a feleségem engem is képvisel. Egyik éjszaka ennek az embernek különös álma volt. A mennyország kapuja előtt állt a feleségével, és vártak. Az ajtó lassan kinyílt, és egy hang azt mondta a feleségnek, te beléphetsz mindkettőtök helyett. Az asszony bement, és becsukódott az ajtó. A férjnek igen rossz sejtelmei támadtak, és felriadt. A felesége csodálkozott a legjobban, amikor a következő vasárnap, az Isten tisztelet órájában, odaállt mellé a férje, és azt mondta, ma elkísérlek a templomba. Egy spirituálé így van erről. Én vagyok az, ó Uram, akinek imádkoznia kell. Nem az édesanyámnak, nem csak az édesapámnak, hanem nekem, ó Uram, nekem kell imádkoznom. Nem a lelkészemnek, nem a főnökömnek, hanem nekem, ó Uram, nekem kell imádkoznom. Én vagyok az, ó Uram, akinek imádkoznia kell.
Milyen jó lenne, hogyha egyre többen rádöbbennének arra, hogy nekik is szükségük van a gyülekezet közösségére, mert ők is csak a gyülekezet közösségében kaphatnak felüdülést, és a lelküknek megnyugvást. Feltöltődhetnek új erővel, hiszen az Isten tiszteleten maga Isten szolgál nekünk azzal, hogy megnyugtat, megerősít, bátorít és utat mutat nekünk. Ezért örülünk mi is, mint a zsoltáros, hogyha az Úr hajlékába jövünk. Milyen csodálatos lenne, ha egyre többen éreznék ezt az örömet, ezt a belső újongást, ha a templomról és a templom látogatásról beszélnek, és hogyha a templomba készülnek. Milyen szép lenne, ha a zsoltárossal együtt mindenki vallaná. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Ámen. Ráfelelő énekként énekeljük a 162. dicséretnek a 4. versét. A 162. dicséret 4. verse így kezdődik: örvendezünk mi szívünkben, felséges Isten. Jöjjetek, imádkozzunk, s kérjük, hogy Isten beszéde ne térjen tőlünk vissza üresen, hanem teremjen jó gyümölcsöket. Mindenható Istenünk, örülünk, ha elérkezik a vasárnap, és elindulhatunk hajlékodba. Mindig örömmel tölt el, ha itt lehetünk, és találkozhatunk veled, az élet urával, és találkozhatunk egymással. Együtt énekelhetünk, imádkozhatunk, együtt hallgathatjuk ígédet. Megpihenhetünk, és erőt gyűjthetünk. Áldunk téged ezért a napért. Örömmel szenteljük neked. Mi, akik itt vagyunk, megéreztük a te közelségedet, a benned való nyugalmat és erőt. Ezért örömmel igyekszünk hajlékodba. Örömmel tölt el, hogy nem csak mi tartozunk hozzád, hanem többen is keresik közelséged, békességed. Kérünk add, hogy feltöltődve, hitünkben megerősödve, békességgel térjünk meg hajlékainkba. Te vezesd el magadhoz mindazokat, akik még nem érzik ennek fontosságát, hogy ők is keressenek téged, és nyugalmat találjanak benned. Így kérünk gyülekezetünkért, hogy nál is sokakban ébredjen fel a kívánság a te hajlékod után. De ezt kérjük minden gyülekezetnek. Téged kérünk a betegekért, a kórházban lévőkért, a gyülekezet lelkipásztoráért, az otthon szenvedőkért. Te hajolj le hozzájuk kegyelmeddel, te gyógyítsd őket, te enyítsd fájdalmaikat. Eléd visszük népünket, vezetőinket, adj nekik bölcsességet, hitet, hogy az ország javára és a te dicsőségedre munkálkodhassanak. Kérünk, maradj velünk kegyelmeddel az elkövetkezendő napokban is. Te áld meg életünket, családjainkat, minden munkánkat és pihenésünket. Kérünk, te fogadd kinek-kinek kedvesen, csendben elmondott imádságát, háladását, könyörgését.
Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatsz minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.